Sziasztok, Bebe vagyok, nagyon sok szeretettel üdvözöllek titeket újra a csatornámon. Mai videóban szögletes tortát fogunk készíteni. 4 tojásos kakaós piskótát készítettem, szögletes keretben sütöttem meg, majd ezt félbevágtam. A töltelék a már jól ismert csoki torta, amit megmutattam már több videóban. Egy extra csoki krémet készítettem, sok kakaóval, csokival, vajjal, és ugye emellé egy kísérő tejszínes krémet készítettem, ezeket majd mutatom a videóban, valamint egy nagyon sűrű karamell szószt, úgy megmutatom a betöltését, megmondom, hogy mire kell odafigyelni, és azt hozzá kell tennem, hogy egy szögletes torta burkolására jóval több vajkrémre van szükség, ez ennek úgymond a hátulütője, hogy nem lehet olyan szépen és könnyen eldolgozni, nagyobb mennyiségre van szükség, tehát én egy másfél adag svájci vajkrémet használtam, nyugodtan, amilyen vajkrémmel szerettek burkolni, azt használjátok. Találtok a csatornámon már sűrített teljes svájci, olasz, csokis, mindenféle vajkrémeket, szóval nyugodtan, amelyik a kedvencetek, azt választátok ki, és azzal lehet nyugodtan burkolni. Mutatok nektek a videóban néhány trükköt, amivel biztosan szép, sarkos, pontos élei lesznek a tortának. Maga a videó a torta burkolására fog fókuszálni. Most nem vettem fel olyan részletesen a díszítést, hiszen festettem a tortára az éjszaka közepén, és nagyon sok megszakítással, kicsit ilyen kaotikusan sikerült végül befejeznem, és azt nem tudtam olyan jól rögzíteni, de gyorsított videóban azt is megnézhetitek. Úgyhogy szerintem kezdjünk is bele, vágjunk bele a szögletes torta elkészítésébe. A piskóta elkészítésével kezdjük, egy kakaós piskótát használok 4 tojásból. Ehhez a receptet megtaláljátok a videó leírásában. Mindent pontosan ugyanúgy készítettem, ahogy abban a videóban is mutatom. A masszát egy 16x32 cm-esre beállított szögletes formában sütöm ki, aminek az alján alufólia van. Amíg sül a piskóta, készítek egy karamellszószt, ehhez is van egy videó, a videó leírásában megtaláljátok hozzá a linket. És mivel csoki tortáról van szó, ezért egy párizsi krém jellegű extra csoki krémet is készítek hozzá. Ehhez is megtaláljátok a receptet a csoki tortás videóban. A piskótát 150 fokon alulfölül sütéssel 1 órán keresztül sütöttem. Hagyjuk teljesen kiülni a piskótát, ezután egy kés segítségével vágjuk körbe, hogy könnyebb legyen eltávolítani ezt a sütőkeretet, és húzzuk le az alufóliát is róla. A torta betöltését még aznap este elvégeztem, teljesen kihűlt a krém, a piskóta, a karamell is nagyon szépen megszilárdult, és a csoki krémet a tejszínes krémmel együtt úgy készítem el, ahogy az előző videóban. Ennek az extra csoki krémnek az 1/4-ét teszem majd a tejszínes krémhez, a 3/4-ét pedig egy habzsákba teszem. És elkészítettem a tejszínes mascarpone és csoki krémet is. Tehát habzsákba töltöttem az extra csoki krémnek a 3/4-ét, a karamell szószt, valamint ennek a tejszínes csoki krémnek körülbelül az 1/4-ét. Majd ezután előveszem a piskótákat és nagyjából szintbe vágom őket, hogy egyformák legyenek mindenhol, ne lógjon ki egyik piskótalap se, mindkét piskótát 2 lapba vágom. Most pedig a torta betöltésével fogok foglalkozni, a piskótalapra a tejszínes csoki krém 1/3-át teszem, szépen elkenem. A habzsákba töltött krémből készítek egy kerítést, hogy a lágyabb krém majd még véletlenül se folyjon ki, és mivel 2 töltelék is van, ezért még belül is elkülönítem egy kicsit. Most pedig beletöltöm a karamellszószt, valamint az extra csoki krémet is. Ezt elfelejtettem említeni, hogy a csoki krémet egy picit megolvasztottam előtte, hogy könnyebb legyen dolgozni vele, de hűtőben nagyon jól vissza fog szilárdulni. Ezután pedig hasonló módon folytatom a torta betöltését.
Amint lezárom a tortát a negyedik piskótalap ráhelyezésével, a maradék kis krémet így óvatosan elkenegetem rajta, ezután pedig jól körbetekerem folpakkal, hisz ezért fontos, hogy tényleg jó szorosan az oldalait egy kicsit meghúzva, ezzel adva neki még egy kis tartást jól becsomagoljuk. Ezután pedig tegyük hűtőbe egy éjszakára. Most elővettem a tortát és egy sima háztartási karton lapot, amit itthon találtam, valami doboznak az alkatrésze volt, és megjelölöm, mégpedig úgy fogom kivágni, hogy mindegyik oldala egy fél centivel nagyobb legyen, mint amilyen a torta maga. Ez az egyszerű kis trükk fog nagyon nagy segítséget nyújtani nekünk a torta burkolásánál. Most előveszem a tortát, megszabadítom a folpaktól, ahogy látjátok, nagyon jó. A tetejére kenek egy kis vajkrémet, erre teszem rá azt a tortakartont, amit majd tálalni szeretném a tortát. Rányomkodom egy kicsit, majd teljesen fejjel lefelé fordítom. Szóval, ahogy említettem, másfélszeres adag svájci vajkrémet készítettem, de ha nem vagytok biztosak a dolgotokban, inkább duplát készítsetek, hiszen inkább maradjon egy kevés vajkrém, amit majd valami máshoz felhasználtok, mint hogy egy kevéske krémet kelljen valahogy szétkenni azon a tortán, sokkal szebb és precízebb lesz, hogyha nagyobb mennyiséggel dolgoztok. Először is épp csak így nagyjából elkenem a torta tetején a vajkrémet, egy picit az oldalára is tettem, majd egy folpakot nyomkodok jó szorosan így a torta tetejére. Ezt a darabot levágom, majd előkerül a kartondarab, amit előzőleg előkészítettem, és így ráhelyezem, rácsomagolom. Ezután pedig felvisszük a krémet több rétegben, először csak egy ilyen alap morzsakabátot viszünk fel, ami kicsit egyben tartja a tortának a különböző részeit, hogy ne kerüljön a külső borításra. Ilyenkor utána tegyük a hűtőbe. Egyébként szoktátok kérdezni, hogy mit csinálok a vajkrémmel, kint hagyom a pulton, ha csak nincs túl meleg. Ha épp főzök valamit, vagy ilyesmi, akkor kiviszem az erkélyre, de nem teszem a hűtőbe a vajkrémet, mert akkor annyira visszadermed, hogy nehéz dolgozni vele. Tehát ilyenkor ilyen 20 percre, fél órára teszem csak a tortát a hűtőbe, a vajkrém addig simán kibírja. És most jöhet a következő réteg, én 3 rétegben vittem fel most a krémet, biztosra akartam menni. És ahogy látjátok, a krémet egészen felviszem addig a kartondarabig, amit kivágtunk, pontosan ezért, hogy az adjon majd egy olyan szerkezetet, olyan alapot, amire támaszkodva fel tudjuk szépen húzni azt a krémet, és annak köszönhetően lesznek gyönyörű sarkos élei. Fémspaklival próbáljuk meg maximálisan elsimítani a krémet. Ezt is kérdeztétek, hogy honnan van, még 1000 éve az AliExpressről rendeltem, egy kicsit hibás, de egyébként jól lett vele dolgozni, meg van görbülve a vége, de egyébként az Obi-ban vagy Praktikerben is lehet. És végül pedig a harmadik krémréteg is felkerül a tortára, és ezt is próbálom, amennyire csak lehet, szépen eldolgozni. Egyébként azért is jó, hogyha tesztek ilyen kartont a tetejére, enélkül is meg lehet oldani, de szerintem praktikusabb is és szebb lesz a végeredmény, tehát azért is kényelmes, mert így rá lehet egy kicsit támaszkodni a tortára, meg lehet fogni, és így tényleg kényelmesen le lehet húzni a fölösleges krémet az oldaláról.
Sajnos elfelejtettem bekapcsolni a kamerát ezen a ponton, de értelemszerűen levettem azt a kartondarabot a torta tetejéről, és óvatosan lehúztam a folpakot, és még egy kis krémmel a fent lévő egyenetlenségeket is próbálom elsimítani. Még egy tippet engedjetek meg nekem, nagyon hasznos erre a célra a kezemben látható festőkés, kis éles eszköz, és szépen lehet vele dolgozni, nem erre lett kitalálva, de hát csak kreatívan. Ezután a torta 4 órát töltött a hűtőben, nagyon jól megdermedt, megszilárdult, és egy biztos alapja egy szép díszítésnek. Gélállagú ételfestékeket oldottam egy kis vodkában, és puha ecsettel viszem fel a tortára. Itt pedig néhány vajkrémes ecset lenyomattal egy kis textúrát is tudunk adni a tortának. Fontos, hogy utána hűtsük le, hogy megdermedjen rajta ez a kis extra vajkrém. Ezután pedig vörös és narancs árnyalatokat vittem fel a torta oldalára, mintha csak lángolna az egész. Hogy még precízebb legyen majd a végeredmény, egy kicsi darab, soha semmi másra nem használt, tiszta szivaccsal alaposan eldolgoztam ezt a festéket a torta oldalán. Ennyi lett volna már ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek és hasznosnak találtátok. Ha így van, akkor feltétlenül nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. További szép napot és sok sikert kívánok nektek. Sziasztok!